Tehát mi szeretnénk imádkozni, egyrészt alapvetően amit tudunk mondani, hogy, amit, amit, amit alapvetően tudunk ígérni, hogy megáldunk benneteket. Tehát az biztos, hogy egy áldást mondunk ki, hogy mindaz, ami az Isten akarata, és, a, és ezt el tud venni hittel, abban legyél szerencsés, és legyél sikeres, győztes. De ahol az Isten indít, ott szeretnénk átadni proféta üzenetet, de mondom, ne a magasságot, mert a kilót, meg ilyet várjátok tőlünk, mert férjet, meg feleséget nem profétálunk de egy esetleg, amit az Isten mutat a közeljövőbe, vagy távoljövőbe az életedbe, azt el fogjuk mondani. Tehát, mi egyesével profitálunk személyesen, és ez egy intim dolog, tehát ketten vagyunk ott az Úr jelenlétében, ezért a, a, azt kérjük, hogy aki sorba áll, az várjon türelemmel, még az előzőt befejezzük viszont nem érdemes 20 -an meg 30 -an ott ülni. Tehát lehet, hogy úgy le érdemes csinálni, hogy itt vagytok, ben vagytok ebbe a kvízjátékba, és akkor folyamatosan cserélődtök, mi hatig ott leszünk, jó? És akkor imádkozunk, nem akarunk túl hosszan imádkozni egy emberért, hogy azért mindenkire sor kerülhessen, úgyhogy ö, ö, más azt hiszem ezzel nincs, és akkor csak annyit szeretnénk előtte egy 5-5 percben, mind a hárman, vagy 3-3 percben, hogy mit jelent nekünk, amikor, amikor ö, ö, a profétálásról beszélünk, amikor a prófétai módon való életről beszélünk, ö, és erről elmondanánk egy-egy gondolatot, hogy azért nagyjából tisztában éltek vele. Jó? Ki kezdi? Mikes? Ma kezdte. Mindig engem hallgatnak. Unnalostak. Míg hallgattam, a csontjaim kiszáradtak, mondja az írás. Hát hányan vagytok olyanok, akik féltek a visszajogtok a profétálástól így első körben? Köszönöm az őszintességet. Itt maradtok azért? Köszönöm. Nap, <gül> 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 Teljesen normális, hogy így viszonyultok, semmi gond Ugyanakkor meg azt kell látnunk, a Biblia tele van a profétálással. Ószövetségben, Újszövetségben, Korintusi Levélben, csomó helyen beszél erről. Tehát valószínű az életedben mindenképpen egyszer ez a dolog szembe fog jönni. A mi elhívásunk, és ez az elsősorban ez a szolgálatunk, hogy, hogy helyreállítsuk azt az ajándékot, ami arra lett kitalálva, hogy építsen és bátorítsa Isten népét. És ez pedig olyan fantasztikus dolgokat szabadít fel az emberek életébe, Amiről nagyon sok jó bizonyság van. <kül> És hisszük azt, hogy a profétai ajándék az, az, az egy segítség, az nem egy büntetése Istennek. A profétai ajándék nem másról szól, mint meghalani Isten hangját. Tehát nagyon egyszerű dolog, semmi hókusz-pókusz nincs benne. Egyszerűen meghalani Isten hangját, elvenni az ő vezetését. És ugye a pünkösd óta azt mondja az ige, hogy ez ki lett mindenkire terjesztve. Tehát nem csak az úgynevezett proféták hallják Isten hangját, hanem fontos, hogy te magad az életedre nézve meghalljad az Isten vezetését, hogy ne kell mindig rohangálnod vezetőkhöz, emberekhez, hanem legyél Istennel egy olyan kapcsolatban, hogy legyél kész meghalani az ő hangját és vezetését. És természetesen van olyan, amikor Isten ad ajándékként az egyházban szolgálti ajándékokat, apostol, pásztor, profita, tanító, evangelista, amikor Isten ajándék szinten is akarja megállni az ő népét. És van ilyen is, akinek ilyen elhívása van. Én se tudtam 40 éves koromig, hogy van egy ilyen elhívás, de amikor Isten hangját meghallottam, akkor elkezdtem belépni ebbe. Tehát, amikor majd szolgálunk felétek, akkor szeretnénk a, az igen bátorítása alapján, ahogy Pál mondja, hogy a profét, törekedjetek a profétálásra, a lelki ajándékokra, leginkább, hogy profétáljatok, mert ez épít bátorít és vigasztal. Tehát amikor mi szolgálunk felétek, szeretnénk építeni, bátorítani és vigasztalni ezzel az ajándékkal, és ö, <kül> engedjétek meg, hogy hogy Isten hangját tudjátok meghallani, és legyetek arra is bátrak, hogy legyetek ti is kész meghallani az Isten hangját. Nagyon, 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 sokszor tapasztaltuk azt a szolgálataink során, hogy akik soha életükben úgy gondolják, hogy nem hallották meg Isten hangját, egyszer csak meghallják másokra nézve is, és elkezdenek másfelé imádkozni, és azon, ha elengedik magukat, az, azt veszik észre, hogy elkezdenek profétálni a másik felé, és egész egyszerűen fantasztikus csodák történnek, amikor két ember összejön és imádkoznak egymásért, és olyan kijelentések hangoznak el, amint ti magatok is meg fogtok tudni döbbenni. Ez nem egy profétai hétvége, ez egy, ez egy szerencsés egybeesés, hogy épp mi fogunk szolgálni felétek. Semmi nem kötelező. Ha úgy érzed, hogy ezzel gondod van, akkor ne gyere. Ha egyszer megpróbálod, akkor azt is javaslom, de semmi nem kötelező. Mi szeretnénk úgy szolgálni teljes szívünkből, és szeretnénk titeket építeni, és mindezt azzal a szeretettel, ahogy Jézus szerete, szerette az öveit, én csak ennyit szerettem volna mondani. Én nagyon szeretem a profétai ajándékot, mert nagyon sokat kaptam általa, és igazából a profétai ajándékon keresztül az Isten szeretetét olyan mértékben értette meg, amit azelőtt még sohasem. Hogy mennyire figyel rám, és mennyire szeret. Én olyan gyülekezetben ültem fel, talán ti is vagytok többen olyanok, akik, ami ébredési gyülekezet volt, és utána kicsit Gellert kapott a gyülekezet, és azt gondolták, hogy azért, mert múlt el az ébredés, mert hogy nem vagyunk elég szentek, és ha újra megszentelődünk, akkor újra Istennek az ébredési hullámát meg fogjuk tapasztalni, és ezért állandóan a bűnre koncentráltunk, és ha véletlenül úgy mentem el, mint fiatal, tínédzser, Isten tiszteletre, hogy biztos voltam a véletlenül az üdvösségemre, garantáltan alkalom végére bizonytalan voltam. Abba biztos voltam, hogy méltó vagyok a pokolra. És ebből a közegből jöve, ahol nagyon akartam megfelelni Istennek, de nem tudtam, amikor először találkoztam a profitai szóval, akkor csak ledöbbentem azon, hogy Isten egyszer nem is úgy látta, hogy én magamat vagy a gyülekezetben, hanem bátorít, felemel, mennyire személyesen odafigyel rám, és ez annyira szíven ütött, hogy, hogy, sírtam sokat Isten előtt, és elkezdtem szeretni Istent, és nem félelemből, hanem szeretetből szolgálni. És teljesen megváltozott az életem, és még azt hozzá kell tenni mindenképpen, hogy a, mindig is vágytam arra, hogy de jó lenne, hogyha az ajándékok működnének közöttünk, és a profétai dolgok a gyülekezetben, de féltem tőle. Mindig féltem a nyilvános megszégyenítéstől, mert hogy azt gondoltam, hogy ha a profétaság működik, akkor elmondanak olyan dolgot, amit nem akarom, hogy más is tudjon. És egy ilyen Isten képen volt, és nagyon nehéz volt megérteni azt, hogy Isten nem csinál ilyet. És hogy általában ezért félnek az emberek a profita ajándéktól, ez az egyik hogy olyan dolgokat fed fel, meg egy biztos egy profita mindent tud. Hát amikor én először találkoztam egy nénivel, akiről azt mondták, hogy próféta, akkor elkezdtem megvallani azokat a bűnöket, amelyeket a jövő héten fogok elkövetni, ugye, mert hogy mint próféta úgy is tudja. Úgyhogy teljesen összezuhantam és imádkoztam, hogy éljem túl az alkalmat. Még nem rájöttem, hogy Isten nem ezt akarja, hanem tényleg bátorítani akar, és olyan jó dolgokat jelent ki, amire azt mondtam, hogy de érdekes, ez, ez valahogy az én szívemben is ott van. Tehát, hogy ha én mondtam volna, és ő, aki profétált, nekem nem ismert engem, akkor ezt szerettem volna hallani. Tehát, hogy egy Valahogy Isten úgy ismer engem, hogy tudja, hogy engem hogy kell bátorítani. Magyarul ő tud az én nyelvemen beszélni, és hogy, hogy ez, mennyire jó az Isten, mennyire szeret engem, és hogy mennyire odafigyel. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, hogy a, a, amiatt volt egy, a legtöbb helyen amiatt van egy egy, egy ilyen tartás az emberekbe, hogy ugye a profétai ajándék óhatatlanul is, ahogy indult, a, például nálunk a 70-es években elkezdődött a párok összeboronása, tehát az igazi kerítői ajándék e, működése, profitai cím szó alatt, mert látták, hogy hát nem igaz már, hogy 20 éves és még nincs senki, segítsünk neki, ha nem hallgatott ránk, majd az úr a hallgat, és akkor vedd észre, hogy az úr neked szánta, és emből nagyon sok kavarodás lett, és azt mondtuk akkor, hogy na jó, akkor na, és ugye pont egy ilyen alkalmon vagyunk. Úgyhogy mi leálltunk ezzel, senkinek nem profétálunk általában a költözést, mert nem akarjuk azt felvállalni, hogy egész életünkben minket, meg a mi felekezünket, Istenünket, anyánkat szidja, hogy a jó helyről elköltöztetett. Párt nem profétálunk senkinek, én szoktam mondani, hogy alaphelyzetben nem profétálunk, de tízezerért, ha szeretnéd. Bárkinek bármit ír le nyugodtan, de felelősséget nem vállalunk a kapcsolatért, jó? és a tizedet adjuk belőle természetesen. Tehát, hogy ilyet e, nem szoktunk profétálni, hanem tényleg bátorítunk, hogy e, a, a hitet akarjuk bátorítani az Isten szemén keresztül, és mi ezért szeretjük nagyon. Tehát az Isten szeretetének egy gyakorlati kifejeződése, hogy mennyire személyesen odafigyel rá, Tehát kicsit az olyan személyesen, személyesen törődik velem, tudja pontosan, hogy velem mi van, nekem szól, és egy ilyen átölelést élek meg mindig. Ez volt az első, amikor kaptam, amikor megadtuk. Az a legcsodálatosabb az volt, hogy ezt nem hiszem el, hogy tényleg tud engem Isten használni. Szellemi dolgokban, tehát nem csak székpakolásra vagyok jó, hanem olyan dologban is, ami úgy tényleg már úgy szellemi, ami olyan biblikus, amit olvastam az apcsában, Hát ez elképesztő. És hát nagyon szeretjük. És természetesen ez egy olyan terület, ahol nagyon sok kritikát kap. Hát ez jutott nekünk de bírjuk, és hiszünk benne, mert nagyon-nagyon sok gyümölcsét látjuk Magyarországon, meg a többi országokban is ahol szolgálunk, hogy egyszerűen képes megváltozni egy pillanattal a gyülekezet. Egy letargikus, ilyen lehorgasztott fejjel lévő kiéget gyülekezetből képes egy ilyen tüzes gyülekezetet csinálni, mert az Isten szava valóban hatalom és erő. Elképesztő. Nagyon jó, jó Istenünk van. Abszolút nem csodálom, hogy nem hittél magadba, hogy tudsz tud használni az úr. Köszönöm, <laughs> hogy jó. No, bízhatsz benne. A profitálásnál engem mindig az zavarba, és az érint meg, hogy kapok olyan képet, vagy olyan üzenetet, amiről nem tudom. Tehát nem ismerek benneteket, és az a jobb, ha nem ismerek. Azzal akkor könnyű profitálni, ha abszolút nem tudok semmit, mert akkor csak Istenre tudok támaszkodni. Sokkal nehezebb az, hogy a gyülekezetbe profétál az ember, mert akkor egy az, hogy keveredik az emberi gondolat meg az Isten üzenet, másrészt, ha mondok valamit, akkor azt mondják, hogy azért, mert ismersz. És azért Jézus is nehezen fogadták el otthon. Nem azt látták benne. Úgyhogy örül neki, hogy így szolgálhatunk felétek, és nem fog megharagudni, ha valaki azt mondja, hogy nem. Viszont szeretném megköszönni a, a séta előtti beszélgetést, hogy ültünk egy páran kint a padon, és remélem senki nem érezte, hogy megettük, vagy, vagy belefolytottuk a szót, de jók voltak ezek a beszélgetések, végre elindult valami, és ilyennek jó, amikor tudunk beszélgetni, mert értjük majd egymást előbb vagy utóbb.